Hogy érzi magát a búcsú? Mint mindig jól. Mint mindig jól, egy kicsit fáradtan, ugye, mert azért a szervezés az ugye az fárasztó egy kicsit, de mindig egy nagy öröm, amikor az ember összeállít egy ilyen programot, ennyien vannak, és ugye nagy öröm, hogy ilyen jó idő van. Most majd itt körülnézünk, egy-kicsit keresem a barátnőimet, és akkor kicsit szórakozunk. Gyönyörű idő van, csupa vidám ember, rengeteg ismerős, nagyon jó. Muzsika, tetszik? Persze, én ezt nagyon szeretem. Olyan hangulatot csinálnak, hiányoznának. Tradicionális sváb viselet az, ami nem van? Ezt a kórus, tehát van nekünk egy kórusunk, itt a hagyományozó asszonykórussal együtt szoktunk fellépni, és ez a szerelés, ez úgy látszik, hogy ez a régi dalárdának én nem láttam a régi dalárdát, hogy milyen volt, de ez úgy tűnik, hogy ilyen sváb. Nagyon jól érzem magam, mint a hagyományőrzőkör tagjaként, az énekkar tagjaként, meg mint régi budakeszi kislány. A régi gyerekvilágom jön vissza, azok a régi búcsú emlékek. Igaz, az a búcsú még akkor, még annó fönt a úgynevezett Paraszpártnál volt, tehát mentünk fel a mostani gyönyörű szép, parkba. De ez most ezt a varázslatot hozza vissza, amit gyerekkoromban megéltem, és nagyon-nagyon köszönjük a szervezőknek, mert azért igen nagy munka ez. És főleg, hogy itt van a német delegáció, ez is egy nagy dolog, főleg a Budakeszi Gemeinschaftnak a vezetősége is, mert itt ugye a két tradíció itt most ötvözölik. Maga a búcsú, a templom építés, a templom szentelésnek a gyönyörű pillanata, ez megadja az alaphangot. Összejönnek az emberek, keresztények, és akik nem keresztények, pedig erre az ünnepre jönnek utána. A búcsú Budakeszi mindig egy nagy esemény volt. Az én gyermekkoromban, még pedig az a kommunista időkre esett, még búcsú hétfő is volt. A szüleink kivettek szabadságot, és két napig ünnepeltünk. Egy kicsit ezt pótlandó ezekkel az árusokkal, amit itt lehet látni, kézművesekkel, és itt nyitva az ajtó, itt mindenki jöhet. Ez egy közösségkovácsoló esemény, és én azt mondom, hogy mindenki békénben van egymással, az asztal közössége, hiszen megosztjuk az ebédet egymással, különösen erősíti ezt. A zene, ami régi hagyományos zene, ez mindig így volt 1946-ig, néhány évvel ezelőtt újította fel a német önkormányzat. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép nap. A maga nemében ez is egyfajta fesztivál, ha tetszik, így is fogalmazhatjuk, de egy biztos, hogyha korosztályt nézik, akkor nagyon nagy örömünkre itt a néhány hónapos kisgyerektől az egészen idős nagymamáig, dédmamáig, dédpapáig mindenkit meg lehet találni, és ez nagyon jó. A babám oda teszi, mi mindjárt oda teszi, a pici száját a puszira vár. Orka, oka, nagy divat, és nincs botrány, egy csókliat a búcsúban, a banda szolidan. Aki hogy így és szellemes, így ott a déli kellemes, hát költözünk, és fogja költözünk, a babám oda teszi, mindjárt oda teszi, a pici száját. A tanár úr, egy pillanatra hadd állítsuk meg, hogy érzi magát a búcsúban? Igazi vásári hangulat, igen. Vásárolni is fog? Már vásároltunk. Miket meg lehet? A Biatorbágyi fogyatékosokat támogató standon vásároltuk egy fokhagyma reszelőt. Aha, na igen. Kerámiából. Kerámia fokhagyma reszelő. Míves fokhagyma reszelő? Használni is fogják, vagy díszlet? Persze, persze. Ez már régi hiány volt a háztartásunkban, mert a fokhagyma nyomót annyira nem szeretem. És a gyerekek mit kérnek? Ők is megkapják, amire vágy? Ebben minden standon valamit kérnének. Meglátjuk, biztos találunk valamit. Hát ő még nagyon picikkel talán, ő neki nem, de a fegyverek azok mindig érdekelték a nagyot. Csókolom, éppen hallottam, hogy azt mondta, hogy ráérünk, a gyerek is kipróbál itt néhány játékot? Igen, már az előbb a kutat kipróbálta, hogy vizet húzott, meg beleültette a babát a vödörbe. Élvezi? Igen, nagyon szereti. De most azt mondta, hogy egy kis sütit szeretne. És a nagymama hogy élvezi a búcsút eddig? Hát a mise nagyon szép volt, úgyhogy... És ez a összejövetel itt a gyerekjátékokkal, a zenével? Hát az az érték benne szerintem, hogy ilyen hagyományos játékok vannak benne. Az ilyeneket a gyerekek nagyon szeretik, meg nem baj, ha megismerik őket. És a felnőttek is szeretik? Például kipróbálna valamit? Igen, majd például azt a kacsát.
unokáimhoz jöttem, illetve itt vannak a volt tanítványaim, akik már jöttek a gyerekeikkel, kettővel, hárommal, úgyhogy egyszerre velük is, és az unokákkal is találkozom. A csúszik, Dani, nézd csak! Na nézzük, megy, egyelőre működik, de már lent volt a lába, úgyhogy sajnos ez lehet, hogy nem sikerült. De lehet, hogy ez nem is gyerekeknek van ez a játék, nem? Hát könnyen lehet, vagy nagy gyerekeknek. Hát így, örök gyerekek. Nem könnyű, nem könnyű ez. Anyuka nem ilyen vállalkozó? Hát most azt hiszem nem, most inkább nem. Én örülök, hogy ilyen jó játékok vannak a gyerekeknek, és el van kerítve, szóval ez nagyon jó. Mindenkinek szerintem az egész. Igen, a kicsi is elmondta a véleményét, megragadta a mikrofon. Igen. Na most menni fog, nézzük. Na, nagyjából 20 centit sikerült haladni. Appá! Pont most beszéltem az egyik leendő óvisommal, és nagyon nagy örömmel fogadtuk egymást. Ő, mint én leendő óvónéniét, én meg, mint leendő kisovist, és nagyon jó érzés itt együtt lenni a budakeszélyeknek. Ez egy újabb felhívás arra, hogy ismét összejön az a generáció, ami régen volt. És hány volt óvisát látja itt, ha körbenéz? Hát meg se tudnám számolni, de legalább 50-60. Nagyon sokan vagyunk itt, hála Istennek. Az emberek mindig egymásra tudnának találni, hogyha lennének rá alkalmak. Csak sajnos ez az mai elektronikus világban ugye az emberek egy kicsit eltávolodtak egymástól, amikor ilyen lehetőségek vannak, én azt tapasztalom, az emberek mindig összeülnek, beszélgetnek, iszogatnak, eszegetnek. Minden hétre egy búcsút kéne szervezni. Hát nem búcsút, de minden hétre egy programot. Egyébként Budakeszin régen, ugye ez erről volt nevezetes, hogy a hétvégeken mindig volt valami, és a városból a turisták átjöttek, és itten hétvégén programok voltak. Bízom benne, ebbe az irányba haladunk.